Koltó községének írtam egy verset. Gyökerem eresztem Koltó földjébe. Gyökerem eresztem Koltó földjébe, Koltó földjének lüktető szívébe. Lüktete föld, s éltet engem, élteti bennem, parázsló reményem. A remény s szeretet hitben fogamzik, ezen anyaföldből ez nem hiányzik. Itt él a nemzetem, s néha könnye csordul, ha csemetéjét bántják, a szíve elszorul. Ne bántsátok, lelkem, mert törött vagyon, szívem fáj nékem, s érzem, megszakadom. Hiányzol te nékem, kedves szülőhazám, hiányzol, mint rég elhunyt hőseim s apám. Itt pihennek ők Koltó földjében, itt alusszák álmuk a csendes temetőben. Gyökerem eresztem Koltó földjébe, reményt hozok én a megtört szívekbe. Ha zord idők is jönnek, én itt maradok, Koltó születjének én hittet s reményt adok. Szeretetet ont a platánom rügye, hőseim sírjait védi bársonyos kérge. Petőfi szülöttünk látta-e tájat, itt írta verseit a kedves Júliának. Azt ígérte néki, hogy hű lesz hozzája, de elszólítá őt a vérző hazája. Reményteli szívvel elhagyta hitvesét, elhagyta őt, kit hűen szereti. Hit ő az Istenben, és hit önmagában. Hit ő a magyar keresztény hazában. Nagyon szépen köszönöm a jelenlévőknek. Folytatjuk a remény és szeretet. Igen, hiszem, sőt, remélem, hogy ez a platán az itteni lakók szeretetétől övezve nőni fog, terebélyesedni és lombosodni, és hogy senki nem fog rá kezet emelni. Erre int a költő is, Juhász Gyula. Ne bántsátok a lombokat! Ne bántsátok a lombokat! Susogta Zsolstán halála előtt. Nem értették meg. Én megértem őt. Ne bántsátok a lombokat! Hadd nőjenek! Viruljanak az égre! Hadd mosolyogjanak napban, esőben, hadd ringassák a békés fészkeket, küldjék magasba a rigók dalát. Hadd boruljanak össze boldogan, ha alattuk a szerelem tanyázik. És hadd terítsenek álompalástot az élettől elfáradt vándorokra. Ne bántsátok a lombokat. Hadd játszanak alattuk gyermekek, akik az első lépést most teszik, tipegve ismeretlen cél felé. És hadd pihenjenek meg a halottak, zöld sátraik alatt a rögök ágyán. Ne bántsátok a lombokat, ti élők. A 90. Zsoltár első verszakát énekeljük.
A zarándoklat utolsó állomása a Ladányi Dániel, Kossuth egyik kapitánya emlékére újonnan felállított kopjafánál volt. Az egybegyülteket Ecsedi Árpád lelkipásztor köszöntötte, majd Csontos János, a debreceni II. Honvéd huszárezred kapitánya elmondta gondolatait. Az ünnepség szeretett vendégséggel zárult. Amikor megragadom az alkalmat, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem körünkben nagy tisztető Gellért Gyula lelkipásztort, az érmeléki református egyházmegye egykori esperesét, Csontos János urat és a debreceni huszárezredet. Isten hozott mindenkit erre az alkalomra, hiszen ezen a mai napon Ladányi Dániel Kossuth kapitánya részére egy újabb, illetve most fogjuk leleplezni azt az emlékoszlopot, amely itt emléket állít az ő részére. Átadom a szót tehát akkor. Hölgyeim és uraim, tisztelt koltóiak, kedves vendégek, kedves gyerekek! Én ma írtam egy beszédet erre az alkalomra, de mivel hosszú volt az ünnepség, olyan sok minden elhangzott, igazából a beszédemmel nem akarom szaporítani a szót, azt betettem a kabát zsebembe. De engedjék meg, hogy mégis néhány gondolatot elmondjak erről az emlékműről. Gyönyörűen kisütött a nap, és úgy van, ahogy a beszédekben is elhangzott, március 15-én, illetve előtte egy-két nappal a magyarok szerte a világon, de itt a Kárpát-medencében főleg keresik a kokárdát, hogy tavaly melyik trióba tették be, megkérdezik az asszonykát, hogy megvan-e a fertőzője. Ez az ünnep szerintem a világon a legmagyarabb ünnep, és ilyenkor mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, és mindenki ugyanarra gondol. Ez nagy dolog, pláne a magyaroknál, hogy egyet akarunk, hogy egyet gondolunk, hogy feltűzzük azt a kopjafát. Tisztelt hölgyeim és feltűzzük a kokárdát. Tisztelt hölgyeim és uraim, itt állunk egy kopjafa előtt, amit én most már úgy hívok majd, ahogy megláttam, hogy emlékmű is lesz. A 48-as forradalom és szabadságharc egyik kapitányának, egy koltói legénynek állítunk emléket. Itt egy kis táblán fel van írva az ő életrajza. Ladányi Sándor, mellettem álló huszárunknak az elődje, Ladányi Dániel. Sándor, jöjjön, bocsánat, itt van Sanyi. Viszont azt is el kell mondanom, hogy mi nem csak a 48-as hősökre emlékezünk, mert ugye Ladányi Sándornak az elődje Ladányi Dániel, de a mi huszárcsapatunk egy első világháborús huszárcsapat, és Imrének, aki az egyesületünk elnöke, az egyik leszámozottja, elődje, Juhász Gábor, szolgált budapesti első honvéd huszárezredbe, aztán pedig a debreceni második honvéd huszárezredbe, és mi ennek az ezrednek vagyunk a hagyományőrzői, és az Imre elődje megsebesült, de az első világháborúból éppen kikerült. Ezért tehát, amint hallották a két legénynek a nevét, mi hagyományőrzünk, mindig tisztelgünk múltunk előtt, elődeink előtt, és ez az emlékhely, ez az emlékmű is erre szolgál. Kinek is köszönhető az, hogy itt lehet ez a kopjafa. Engedjék meg, hogy bemutassam Kis István urat, aki Szentjobbi huszárunk. Ő volt az, aki biztosította a Szentjobbi erdőkből ezt a fát, és Gellért tiszteletes úr támogatásával, aki itt van mellettünk, Szalárdon faragták meg ezt a kopjafát, ezt az emlékhelyet. Mi, debreceni huszárok, nem először állítunk emlékhelyet. Több helyen már a Kárpát-medencében állítottunk emlékfákat, kopjafákat. Fát ültettünk Bihardiószegen, a Bocskai csata emlékművénél. Beszterce megyében, Magyardécsén hozzájárultunk a Székely Vitéz szobrának felújításához. Emléktáblát avattunk Simonyi Jómesternek, a Levitébezzebb huszárnak létavértesen. Emlékkopjafát állítottunk a magyar huszárlónak, Álmosdon. Emléktáblát állítottunk Debrecenben, a egykori huszárlaktanyának a helyén. A falra kitettük az emléktáblánkat. Emléktáblát állítottunk
alapítónk tiszteletére a Hortovágyi Ménes Istálló falánál, Hetei Sándor György volt honvédőrnagy emlékére. És emléktáblát állítottunk Pankotán, Világos mellett, ahol igazából a 48-as forradalom és szabadságharc befejeződött, mert ugyan Görgei tábornok Világosi kastélyba, a Bohus kastélyba írta alá a fegyverletétet, de a fegyvert a szomszéd faluba Pankotán, a Szőlősi síkon tették le a magyar katonák. Ezeket az emléktáblákat, emlékhelyeket nem a magyar állam finanszírozta, hanem a mi izzadságunkból, a mi erőnkből, a mi forrásainkból létesítettük ezeket az emléktáblákat. Nagy öröm szám, emlékhelyeket. Nagy öröm számomra, hogy most itt a 48-as forradalom és szabadságharc egy kapitányának, Adányi Dánielnek, akinek a leszármazottja, itt van közöttünk, Adányi Sándor, emlékhelyet állíthatunk. Remélem, hogy ez a kopjafa sokáig fog itt állani, és remélem, hogy a koltói ünnepségek és a koltói nagy nevek mellé Petőfi Sándor, Bem tábornok, Teleki Sándor nagy nevei mellé most már a koltóiak számára egy egyszerű huszárkapitány neve is bekerül, Adányi Dániel, őre emlékezünk. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy végezetül egy verssel megemlékezzek én is a mai napon az ünnepről. Ábrányi Emil, él a magyar! Fessétek bár sötétre a jövőt! Mondjátok, hogy már torkunkon a kés! Beszéljetek közelgő hosszú gyászról, mély süllyedésről, biztos pusztulásról! Engem nem ejt meg gyáva csüggedés! Szentül hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészel, s élni fog! Többet kiküzdött és kiszenvedett, hiszen vértenger temető a múlt. Vetettek rá halálos szolgaságot, írtották szörnyen, ám de a levágott törzsek helyén még szebb erdő virult. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s élni fog. Ki a saját pártos dühét kiállta, annak nem árthat többé idegen. Hányszor harsogták kárörömmel, vége, hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s élni fog. Szükség van arra nemzetem, hogy élj, mert bár hibád sok, s bűnös sorja nagy, van egy erényed, mely fényt vette rád, s melyért az Isten mindent megbocsát, hogy a szabadság leghűbb védője vagy. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, élni fog. Ha minden nemzet fásultan lemond, s a szent rajongás mindenütt kiég, s a büszke jognak minden vára megdől, a te szabadság szerető szívedtől újra lángra gyullad Európa még. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar örökre élni fog. Bízom, s hiszek, még Isten lesz fölöttünk, ki trónusán bírói széket ül, és hogyha minden búra bajra válik, romok között is hirdetem halálig, erős, nagy hittel, rendületlenül, legyen bár sorsunk mostoha, él a magyar, s nem vészel soha. Gyulás Peres úr áldása következik. A Szent Háromság Isten nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megáldom ezt a szent jelt ezen a szent földön. Mutass először ide le a földre, ahol elhultanak legjobbjaink a hosszú arc alatt, a hosszú harc alatt. Aztán mutass előre, ahol a szabadság rózsái virulnak, majd föl az égbe, ahol már nincs harc, hanem örök béke. Amen. Hogyha valaki koszorút hozott a kopjapához, akkor kérjük helyezd el. Először a debreceni II. Honvéd huszárezred hagyományőrzői koszorúznak.
is. Isten áld meg a Ladai Dániel kapitány úr, Teleki Sándor ezredes úr, nyugodj békében!